Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Miért hallgat? Ez a felvétel egy személyes jóslás Margaréta számára. Kedves Margaréta, üdvözöllek téged. Te feltetted ezt a kérdést, miért hallgat? És ezt megtekintjük a jóslásnál, utána áttérek az asztrológia területére. Mi az, amit szeretne közölni veled, de nem mondja ki? Erre megadja a választ ez a kártya ott fent bal oldalon. Itt láthatunk egy fát. Az azt jelenti, hogy ő keresi a helyét az életben, ahol úgy érzi, igen, itt le tudok gyökerezni. Ezt ő a párkapcsolat területén keresi. Ez a fa stabilan áll ott a helyén. Ő nem akar elköltözködni. Amit ő szeretne, az egy stabil párkapcsolat. De ő nem sieti el a dolgokat. Ő türelmesen vár, amíg szimbolikusan ez a fa növekszik és gyümölcsöt hoz. Most megtekintjük a következő kártyát. Miért ilyen visszahúzódó, vagy miért hallgat? A választ megadja rá ez a kép, a lilium. Nálad is, meg nála is megvan ez a, mondhatnám, gyermeki tisztaság. Te is becsületes vagy, ő is becsületes. Ezt tudjátok is. De miről hallgat? A Lenormand kártyánál a lilium jelenti a testi kapcsolatot is. Ő szeretne erről a témáról beszélni, de úgy, hogy tiszták legyenek a gondolatok, tiszták legyenek az érzelmek. Mert ő nem akar téged kihasználni. De mivel ő bizonytalan, nem tudja, hogy te ezt hogy érted, ő inkább hallgat. És most megtekintjük a következő kártyát. Mi foglalkoztatja őt a gondolataiban, vagy mik az ő tervei? Erre utalnak a halak. A halak jelentik a pénzügyi dolgokat, tehát ez is fontos számára, azon kívül az értékeket. Ezek lehetnek belső értékek is. Ő értékel téged. A halak jelentik a mély érzelmeket, a lelki kapcsolatot is, és ő úgy érzi, köztetek megvan ez a kármikus kapcsolat. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt lent bal oldalon ez a kulcs utal az ő érzelmeire. Ő biztos a dolgában, de hol nyitott, hol zárkózott. Attól függően, hogy milyen a hangulata. És most megtekintjük a következő kártyát. És miért nem tud beszélni ezekről a dolgokról, erre megadja a választ ez a medve odar mackó. Ez tulajdonképpen erőt jelent, de mivel ő olyan visszahúzódó, ez arra utal, hogy bátortalan, nincs hozzá meg az ereje. És most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a képen ott fent jobb oldalon láthatunk egy hölgyet, és ez téged szimbolizál, arra utal, hogy mi köt össze benneteket. Ez a te lényed, a te fellépésed, a te nőiességed. És te állsz nála a középpontban. És most megtekintjük a következő kártyát. Hogy gondolkozz el ezen a helyzeten, ezen a kapcsolaton, és hogyan tovább, erre utal ez a kártya az utak. A sors utatok kereszteződött. Mindketten itt vagytok ennél a kereszteződésnél,
és komoly döntéseket fogtok hozni. Felteszitek a kérdést, hogyan tovább. És most megtekintjük a következő kártyát. Megbízhatsz benne, hazudozik-e vagy sem? Ezen a képen láthatóak a gólyák, és ez utal változásokra, gyakran költözködésre. Nála tényleg ez a probléma a távolság, de itt lesz megoldás, mert el fogtok költözködni, illetve valószínűleg te költözöl oda hozzá, vagy az ő közelébe. Erre utalnak a gólyák. És most megtekintjük a következő kártyát. Hogy viselkedj vele szemben, mit közölj vele, a választ ez a könyv adja meg, és utal titkokra. Légy titokzatos, ne mondd el a terveidet, ne közöld azt, hogy te oda költöznél az ő közelében, mert ez még korai, vagy várj arra, amíg ő kérdezi tőled, hogy elköltöznél-e. Várj arra, amíg ő ezt a témát megemlíti, és addig légy inkább titokzatos. Javulni fog a helyzet? Ezen a kártyán látható a nap. Igen, ő nyitottabb lesz, és fogtok erről a témáról beszélni, hogy összeköltöztök-e, vagy hogy te oda költözöl az ő közelében. Ez eltarthat nyárig, de ő ezt a témát megemlíti. És most megtekintjük a következő kártyát. A következő kérdés az, hogy beszélj-e nyíltan vele, hogy mik a te terveid. Itt látható ez a lovas férfi, az azt jelenti, ő kezébe veszi a dolgokat, és ő közli veled azt, hogy neki mi a terve, és várj erre az időpontra. Ez a lovas férfi jelent utazást is, vagy ő látogat meg téged, vagy te látogatod meg őt, és akkor személyesen tudtok ezekről a dolgokról beszélni. És most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a kártyán láthatóak az egerek. Ahol az egerek megjelennek, ott mindent felfalnak, tehát eltávolítanak valamit. Ez a hallgatás, ez véget ér, mert az egerek ezt eltávolítják. Ő beszélni fog nyíltan a jövőről. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt ez az utolsó kártya utal a jövőre. Itt van egy szerelmi kapcsolat kettőtök között, és semmi és senki nem tud elválasztani benneteket. Van itt egy közös jövő, mert szeretitek egymást. És most áttérek az asztrológia területére. Én a te horoszkópoddal kezdeném. A te aszcendentusod a bika jegye az indiai számítás szerint. Ez kihat a külsődre, a környezetedre, a fellépésedre, a személyiségedre. Itt található nálad egy visszatekintő marsbolygó, ez utal a te erődre, kell néha, hogy visszahúzódó legyél, hogy megtartsd a belső nyugalmadat, mert ez ad számodra erőt. Azon kívül, ha aktív vagy, akkor gondolkozz el azon, hova fektesd be az erődet, ne siessd el a dolgokat. Ez a visszatekintő marsbolygó utal egy férfira, egy kármikus kapcsolatra, mert te ismered őt a korábbi életedből. Itt az első életházban, a bika jegyében van nálad egy visszatekintő Szaturnusz bolygó.
Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, őrzi a kármikus témákat, itt is a múltról van szó. Azon kívül itt van nálad ebben az első életházban, a bika jegyében egy visszatekintő Uránusz bolygó is, ami arra utal, hogy te egy különleges személyiség vagy, nem csak most, hanem a múltadban is. A felfele mozgó holdcsomó. Ez egy kármikus csomó, és utal egy új irányra, egy új életterületre. Keres egy kiútat, valamit, amit mi nem ismerünk, de szükségünk van rá. Ez a felfele mozgó holdcsomó mozog, és ez évben itt van a bika jegyében, és itt marad jövő év márciusáig. Tehát nálad vannak most kármikus témák, amit kihat a külsődre és a környezetedre. Itt lesz egy változás, és ez lehet egy költözködés. Az első életházzal, vagy az aszcendentussal szemben van deszcendentus, és ezzel indul a hetes életház, és ez utal a párkapcsolatra. Nálad ez a Skorpión jegyében van, itt nincs bolygó a horoszkópodban, viszont itt most van mozgás, mert a lefele mozgó holdcsomó Kétó szintén egy kármikus csomó, ami a múltra utal, itt mozog ez évben, és jövő év márciusáig a Skorpión jegyében kihat nálad a hetes életházra, ami a párkapcsolatra utal. Itt vannak kármikus témák, lesznek változások. A te születési horoszkópodban a lefele mozgó holdcsomó Kétó, ami a múltra utal és kármikus témákra, az a bak jegyében van, a 9-es életházban. Ez a 9-es életház utal külföldre, külföldi kapcsolatokra, utazásokra, de ez lehet egy belső út is. Azért érdekes most itt a bak jegye, mert az indiai számítás szerint ez évben itt mozog Szaturnusz bolygó, a sorsok bolygója. Itt lesz egy utazás, vagy egy belső út, vannak kármikus témák. Itt ennél a videónál végül is kommunikációról van szó, és ilyenkor Merkur bolygót tekintjük meg. Nálad Merkur bolygó a nyilas jegyében van, ami szintén utazásokra utal, de mint mondtam, ez lehet egy belső út is. A nyilas jegyénél célokról van szó. Erre utal a nyíl, mert mutatja a központot, a mi galaxiánknak, a mi tejútunknak a központját, és itt van egy ilyen energiamező, ami jelenti a mi vágyainkat, álmainkat, és ez az irány, oda kell tekinteni. És ehhez jön a mozgás, azon kívül a tűz eleme, a lelkesedés. Ha ez téged lelkesít, akkor tekints ebbe az irányba. Te bátor vagy, nálad mindig van mozgás, és te kimondod nyíltan azt, amit gondolsz. Az ő horoszkópjában Merkur bolygó a halak jegyében van, és a határon. A halak jegye és a kos jegye között. Mivel Merkur bolygónál a határon van, ő mindkettőt ismeri. Te ezt úgy tudod elképzelni, mint például, hogy valaki Magyarországon él, oda van bejelentve, ott lakik, és Ausztriában dolgozik. És minden nap kimegy Ausztriában, ide-oda vándorol. És pontosan ez hat rá, így éli át a beszélgetéseket, hol így, hol úgy.
néha nyitott, és kimondja azt, amit gondol, azt, amit tervez, máskor pedig inkább visszahúzódó, és te nem tudod, hogy mi van vele. Merkur bolygó nála egy konjunkcióban áll Vénusz bolygóval, az azt jelenti, hogy együtt hatnak. Ez utalhat az ő tehetségére, hogy ő szépen ki tudja fejezni magát, a másik, ami kihat rá, hogy számára fontos a párkapcsolat, az is, hogy érzelmekről beszéljen, de ő inkább olyan visszahúzódó, és vár arra, hogy te kérdezz rá az ő érzelmeire, vagy a párkapcsolatra. Ez nem csak a beszélgetésekre utal, hanem a szerelemre is, mert Vénusz bolygó az a szerelemnek a bolygója, és utal a nőies energiára, azt, amit ő elvár a társnőjétől, és ez a halak jegye. A hölgy legyen érzékeny, finom lelkű, az is jó, ha művészetek érdeklik, vagy tevékeny a művészetek területén, és legyen álmodozó. A te horoszkópodban Vénusz bolygó a mérleg jegyében van, itt van köztetek egy érdekes kapcsolat. Mivel mindkét horoszkópban Vénusz bolygó nagyon erős, nálad a mérleg jegyében otthon van, és nála a halak jegyében is jól érzi magát. Ti bizonyos dolgokat másképp láttok, de tükröztök valamit egymásnak, ti tudtok egymástól tanulni. Ő mutatja az érzelmeket, az álmokat, te pedig a könnyűséget és a harmóniát. De visszatérve a kommunikációra. Ha ő a kos jegyéből hat, és mondja azt konkrétan, amire ő gondol, vagy amit ő tervez, akkor egy hangban vagytok. Akkor is, ha kimutatja a bátorságát. Mert mindkét jegy a tűz eleméhez tartozik. A kos jegye is, és a nyilas jegye is, így megvan nálatok a harmónia. De ha ő visszahúzódik a halak jegyébe, mert túl érzékeny, vagy valamit félreértett, vagy félelmei vannak, és bizonytalan, és nem meri ezt ő kimondani, akkor nincs meg ez a harmónia, ami a beszélgetéseket illeti. Mert te tudni akarod azt, hogy mi van vele, és te megérted őt, de ő nem nyilatkozik, nem beszél a problémáiról, nem beszél érzelmekről, hanem vár arra, hogy te jelentkezz nála, te pedig néha úgy érzed, hogy kicsúszik a kezedből. Nem tudod, hogy mi van vele. Itt van egy középút. Ne túl sokat, ne túl keveset. Te nyílt vagy, te légy inkább visszahúzódó és titokzatos. Ha ő hallgat, akkor érzelmekről van szó, vagy megsértődött, vagy kicsit játszadozik az érzelmekkel, és sajnáltatja magát. És itt vannak elvárásai, hogy te olyan anyai érzelmekkel közeledj hozzá, és simogasd őt, mert számára ez megnyugtató. Azon kívül tudja, hogy te szereted őt. Kedves Margaréta, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderá! És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!